rangadóra érkeztünk az Ajka Kristály pályájára, ahol a Tihany vendég szerepel, és egy nagyon fontos mérkőzés a bajnokság további menetét illetően, hiszen mind a két együttes győzelmi kényszerben futballozik, a fehérmezes vendég Tihanyiak is, és a kékben futballozó Ajka Kristály is, hiszen jelen állás szerint a Balatonfüredet ebben a pillanatban csak az Ajka Kristály tudja üldözni. A játékvezető meg jól érzékelte, hogy ezt le kell fújni, mert ez már több volt, mint szabályos, ez a gyötrés. Szarka támad újra, de Klaus hozta a labdát, ez viszont nem jó Horváth Benjaminnak. Ez viszont igen, Horváth Benjamin. Jól bepassz, van a lövés, van bizony, és ott egy nagy gól! Ott egy nagy gól! Nemes Ádám Balázs a szerzője. Az első félidő 22. percében 1-0-ra vezet a Tihany Ajkán. Nagyon jól látta meg Horváth Benjamin, hogy mit és kit kell megjátszani. És Nemes Ádám jól fordult, és nagyon jól eltalálta a lövést. Szép Tamás hiába vetődött, az megakadt a bal sarokban az a labda szöglete, a rövid sarok felé, és nem tudott fejelni Szedlacsek. Pedig nagyon akart. Benedek emeli ki a labdát, nagy versenyfutás, gólhelyzet, és 2-0! Nemes Ádám duplázik. Lemaradt róla Tisonyai Richard. Nemes Ádám vitte a labdát, aztán megint berúgta a hosszúba. 2-0. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy meglepetés. Fiúk, gyerünk! Nagyon taktikusan futballoznak a Tihanyiak, annak ellenére, vagy attól függetlenül, hogy piros lap. Klaus Balázsnak. Szóval nem Klaus Balázs, hanem Dévényi Márk került kiállításra, utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért. Többen is ott állnak elvégezni a szabadrugást. Hát ez nagyon sok idő a Tihanyiaknak emberhátrányban. Na nézzük, ott a lövés, és mellé. Lemmer került a védelem tengelyébe. Nagyjából igen. Ugye onnan vált ki Dévényi és a megsérült Perger. Ilyen szempontból, tehát mindenképpen át kellett szervezni Lukács Istvánnak a csapatot. Ott a lövés, és éppen hogy mellé Szabó kísérlete. Ez szép, szép lövés volt, bizony. Kapásból tudta ellőni Szabó Zoltán a labdát. Král adja tovább a labdát a bal oldalra Tisonyainak. Tisonyai adja be, Szabó, és befejeli Szabó Zoltán, 2-1. Hát, ez egy egész potya ízű gólnak tűnik, bár lehet, hogy nagyon közel volt, és odafejelték a Tihanyi kapus kezéhez Sárdi Máténak, de hát ezt illett volna hárítani, mert szinte fekve fejelte Szabó Zoltán. Minden esetre még időben tudott szépíteni az Ajka Kristály. Klaus ezt majdnem elrontotta. Szabó jót csinál. Van induló ember a jobb oldalon, Kungl személyében. Horváth Benjamin üldözi.
Szélesi beéri ezt a labdát. Beérte bizony. Jön a beadás. Ott a lövés. Szabó fölé lőtte. Szedlacsek átengedte a lehetőséget. Hát állandósult most már hosszú percek óta az Ajka Kristály támadásai. Nagy fölényben játszanak emberelőnyben. Legurított labda, Hauser lőhet. Hauser lő, nagyon nagy lövés volt bizony, és jól helyezett, Sárdi ütötte ki. Ott a fejes, lefejelt labda, Szabót ellökték. És Sárdi ezt a bombát is kivédi. Szélesi emeli fel a labdát, és megúzták a tihanyiak. Kifele szabad rugás. Keményen meglőtt labda jön, bizony a rövid sarok felé. Schlemmer fejelte ki. Ez egy nagyon nagy lehetőség most a tihanyiak előtt. Király viheti a labdát, Királynak egyedül kell végig csinálni. Király elővi, és elmegy a hosszú sarok felé. Ez egy nagyon szép lehetőség volt. Mit hoz ez az utolsó néhány pillanat még ezen a meccsen? Nagy bedobás, nincs csúsztatás, egy remek közbelépés Viszkeletitől. És még mindig a kékmezesek támadhatnak. Ebbe a pillanatba vége, nyer a tihany Ajkán, méghozzá 10 emberrel is kiharcolják a 3 pontot a félszigetiek, és nagy meglepetésre az eddig egyetlen egy döntetlennel álló Ajka Kristály vereséggel távozik a pályáról.